Kedves nézőink, március 12-én 14. alkalommal rendezte meg az Üveges Nyugdíjas Klub a Szépkorúak Teke versenyét. Most erről láthatnak egy összeállítást. Hányadik alkalommal szervezte meg az Üveges Nyugdíjas Klub a nyugdíjasok teke versenyét itt a Kistálypályán? 14. alkalommal jöttünk itt össze, és ez mindig az üveggyári nyugdíjas klub rendezésében történik ez a sporttevékenységünk. Meghívjuk a város valamennyi klubját, és ahogy elnéztem, hát szinte minden klubból voltak versenyzők. Vannak versenyzők is, de vannak szurkolók is. Az idén hány fő jelentkezett versenyzőnek, és mennyi volt a szurkolók száma? A nőknél az idén 29 csapat volt, ugye egy csapatban két hölgy van, a férfiaknál meg volt 8 csapat, ott pedig 4-en vannak. És szurkolók, hát azok is voltak szép számmal, körülbelül olyan 120-130 fő jelent meg. A szervezők mennyire elégedettek az eredménnyel, és kik végeztek az első helyen? Hát nagyon elégedettek vagyunk a részvétellel és az eredményekkel. Az Üveges Nyugdíjas Klub csapata lett az első, a Tímföldgyár csapata lett a második helyen, és az Őszi Rózsa csapata lett a harmadik. Az egyénibe Weber Károlyné lett az első az Üveges Nyugdíjas Klubtól, Vecsei Ferencné a Tímföldgyári klubból lett a második, és Mersa Magdolna pedig az Őszi Rózsa klubból a harmadik helyezett lett. A verseny felmenő rendszerű, a dunántúli fordulót Tatabányán tartják a jövő hónapban. Hányadik helyezettig mehetnek el oda? Hát a tatabányai versenyre elmegyünk elég szép számmal, de ugye ott már szerepelnek szuperligások és első osztályi versenyzők. Úgyhogy mi kettelésből, de néha a harmadik helyet is el szoktuk hozni. Az országos forduló mikor lesz, és oda is tervezik-e, hogy elmennek? Az országos verseny nyár elején szok lenni, oda is elmegyünk, ott is szép számmal részt veszünk. Ott is ugye jönnek a szuperligások, az első osztályú versenyzők, és ott is körülbelül azért a harmadik helyet el szoktuk hozni. Hol egyik klub, hol a másik klub. Felkészülésre van-e lehetőség, vagy van-e olyan versenyző, aki itt életében először áll a tekepályára? Hát ide nem jövünk edzésre, pedig ugye az a hír, hogy mi sokat edzünk, nem, hanem mi is, mikor eljövünk, akkor dobunk. És most is volt olyan, aki először dobott. Tehát mindig van olyan, aki először veszi a tekegolyót a kezébe. A Kristálypályán jelenleg felújítások zajlanak az öltözőben. Ez mennyire zavarta a versenyt? Hát először csodálkoztunk, hogy hogyan áll, örülünk is neki, hogy fel lesz újítva, és akkor szép terméket, öltözőket kapunk. Hát most egy kicsit azért szorosan voltunk, egy kicsit vigyázni kellett, de megéri, hogy szép legyen. Jövőre a 15. alkalommal rendezik ezt a versenyt. Tervezik esetleg valami megemlékezést, vagy valami egyéb műsorral feldobni ezt az évfordulót? Hát tervezzük, mert besegítenek a másik klubok is, de egyelőre ez hadd maradjon titok. Nagyon színvonalas versenyt szeretnénk jövőre 15. alkalommal.